Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Még az új légiósok nélkül készülnek a nyíregyházi férfi kosarasok. A Hajrában kapott góllal szenvedett vereséget a Kisvárda Mastergood. Két aranyat szereztek a nyíregyházi atléták az országos bajnokságon. Két mérkőzésen begyűjtött 6 ponttal kezdte a szezont a Spari. Második bajnoki meccsén is kikapott a Nyírbátori FC. Elkezdte a felkészülést a nyíregyházi kosársuli együttese. A felkészülés második hetét zárta a Marsó Nyíregyháza. A csapathoz még nem érkeztek meg a külföldi kosarasok, a Bosnyák Talics a jövő héten, az amerikai Unru pedig a hónap végén csatlakozik a kerethez. Azért ezen a második héten egy picit tornyosul már az izomláz, a fáradtság. Túl kell esni ezen az első kellemetlen időszakon, és ha ez megvan, akkor utána lehet igazán magasabb fordulatszámon dolgozni. Természetesen azért az elmúlt hétnek a munkája mégiscsak benne van a srácokban, és úgy szép lassan azért hozzászokunk a munkához, és egyre nagyobb terhelés lesz majd az edzéseken a feladat. Mekkora nehézséget jelent, hogy akár szabadban vagytok, akár teremben, gyakorlatilag délelőtt délután kánikulában kell edzeni? Ez mindenképp nehezebb, nem kérdés. Néha, ha szükséges, beszoktam állni, ezt érzem önmagamon is, hogy ez már nem olyan, mint régen, és nagyon meleg van. Ez megterheli a srácokat, viszont remélem, hogy még erősebb lesz a kondíciónk. Gyakorlatilag 3 légióse van a csapatnak. A harmadik játékosról, akit az elmúlt héten szerződtettetek, még nem beszéltünk, őt milyen szempontok alapján választottátok ki? Mindenféleképpen egy olyan játékos szerettünk volna, aki egyes és kettes poszton lesz bevethető. Igazából a kettes poszt az, ami kell nekünk, ugye Brane Savic, Molnár Marci vagy Bús Iván, úgy gondolom, hogy meg fogják oldani az egyes pozíciót, de egy dobójátékosra, egy olyan játékosra, aki az elzárások után kifutásból, bekanyarodásból tud dobni és jól tüzel, egy olyan játékosra mindenképpen szükségünk lett volna. Remélem, hogy ő ilyen lesz. Amit az ausztrál bajnokságban produkál az 51% fölötti 3 pontos dobó statisztika, talán túl extra is. Ugye itt megkérdőjelezhetjük, hogy mennyire erős az ausztrál bajnokság, de alapvetően a hármast a megyeiben is be kell dobni, tehát ez mindenféleképpen neki négy parancsoló statisztika, és nem csak az ausztrál bajnokságban mutatott, hanem az NCAA-ben mutatott statisztikája is ehhez hasonló. Remélem, hogy ha ide érkezik hozzánk, fogja ezt igazolni, és valóban egy olyan játékos fog beilleszkedni a csapatunkban, aki sokat tud majd segíteni abban, hogy minél jobb eredményt érjünk el. Mikor derülhet ki a tervezett negyedik légiós személye? Igazából ennek több oka is van, hogy még nem derült ki. Természetesen nézegetjük őket, de még mindig elég korai, és még mindig elég magasan vannak a játékos árak. Lehetne persze most is igazolni, csak ez még nagyobb költségvetést igényelne. Bízom abban, hogy a néhány hét múlva egy kicsit még alacsonyabbak lesznek az árak, de nagyon örülnék annak, ha augusztus végére meg lenne a negyedik légiósunk is. Edzeni fontos, de meccset játszani jobban szeretnek a sportolók, így a kosarasok is. Mikor léptek először pályára? Mindenképpen az a lényeg, hogy meccset játszunk. Már augusztusban szeretnénk az első edzőmérkőzést. 22-én Nagyváradra szeretnénk ellátogatni. Alapvetően azért, és az lenne a célja ennek az edzőmérkőzésnek, hogy Talics légiósnak meg kell akkor érkeznie, és szeretném megnézni, hogy milyen poszton bevethető igazán. A négyes posztja az egyértelmű, hiszen évek óta négyes pozícióban játszik, viszont nem tudom, hogy a hármas vagy az ötös felé tudom inkább eltolni, és ettől teszem függővé egy kicsit az utolsó légiósnak a leigazolását is, hogy milyen típusú játékost keresünk. Én most arra számítok, hogy a Talics hármas, négyes pozíciót tud játszani, és egy magas embert kell majd keresnünk, de ezt majd meglátjuk az első mérkőzés után. Utána Kassára szeretnénk ellátogatni 28-29-én, ezek szintén edzőmérkőzések, majd szeptemberben jönnek a tornák. Szeptember első hétvége még szabad, utána a következő hétvége már foglalt, szintén Kassára megyünk, de akkor már tornára, majd Svitbe, és végül Zalaegerszegre a Göcsei kupára a bajnoki nyitány előtt. Elképzelhető, hogy még az utolsó héten összehozunk egy hazai edzőmérkőzést is, de ez sok dologtól függ. A csarnok készültségi fokától, attól, hogy a csapat milyen állapotban van, erről majd az utolsó torna után fogok dönteni. A Hajrában kapott góllal szenvedett vereséget a Kisvárda Mastergood. Sós Imre együttese a Gyirmótot fogadta, és bár a hazaiak több helyzetet kidolgoztak, a vendégek egy 86. percben szerzett góllal elvitték a 3 pontot a várkerti pályáról. Büszke vagyok a csapatomra, mert igazából amit egész héten gyakoroltunk, azt megcsinálták a srácok.
Nagyon komolyan felkészültünk a Gyirmótnak a játékából, tudatosan engedtük át a területet, és a kontrákra próbáltunk építeni. Hát sajnos a végjáték, amit nem lehet modellezni, azt hiányzott ma a csapatnak a játékából, mert hogyha ezt a mérkőzésen 5 gólt szerzünk, akkor úgy gondolom, hogy a gyirmótiak sírva mehettek volna haza. Nem ez történt. Ők találtak be a kapuba, és mi búslakodhatunk. 37-38 fokban kezdődött a mérkőzés. Ehhez képest milyen volt a találkozó színvonala? Egy magas színvonalú mérkőzés volt mindenféleképpen. Mind a két csapat játékosait elismerés és gratuláció illeti, hiszen nyílt sisakkal egy igazi kiki meccs alakult. De hát sajnos továbbra is azt tudom mondani, a helyzeteket, ha belőjük, akkor kellemesebb lett volna ízadni a pályaszélén. Az első forduló egy 4-3-as vereség, most egy 1-0-as vereség, 2-1 gólos vereség. Mégis mennyiben volt a két meccs a más a csapat játéka? Aki látta a mérkőzést, az megmondhatja, hogy óriási különbség volt a két mérkőzés között. De igazából, hogyha őszinte akarok lenni, akkor a Csákvár elleni mérkőzés az, amit rendkívül módon sajnálok. A Gyirmót ellen ez benne van a játékban. A másik oldalról meg azt tudom mondani, hogy ha valaki megnézi a mérkőzésnek a felvételét, vagy itt volt és élőben látta, akkor meg látnia kellett azt, hogy ezt a meccset gólokkal kellett volna nyernünk. Újabb hazai mérkőzés következik a Szeged ellen, ugye nincs még pont a csapat neve mögött, még nagyobb a nyomás egy picit. Hazai mérkőzés most már mindenképpen pontra, és hogy inkább pontokra van szükség. Amikor ide szerződtem is elmondtam, hogy ez egy más bajnokság, tehát ez egy nem NB3-as bajnokság, nyilván óriási tisztelet és kalapemelés járt a bajnokcsapat tagjainak, de a másodosztály ezért más csapatok, más játékosok játszanak. Itt minden mérkőzés élethalál, kemény ellenfelek jönnek, de hát mindent megteszünk azért, hogy nyerjünk. Talán el lehet mondani, hogy ez egy olyan mérkőzés volt, amilyen mindkét csapat végig azt játszott, amit akart, csak amíg a hazaiak a több lehetőségből egyesen váltott a góra, addig a Gyirmót a kevesebből egyet góra váltott, egyetért? Egyetértek azzal a különbséggel, hogy nekünk az a játékstílus, amit ma nyújtottunk, az kevésbé a sajátunk, viszont az ellenfél ehhez képest, meg a körülményekhez képest nekünk változtatnunk kellett az alapjátékunkon. De ez úgy gondolom, hogy abban nyilvánult meg, hogy a labdabirtoklási fölényünk az nagy volt, de mivel nagyon szervezetten és nagyon mélyen védekezett az ellenfél, ez nem mutatkozott meg eredményességben. Az utolsó periódusában a mérkőzésnek az utolsó 20-30 percben igyekeztem olyan támadó típusú játékosokat a pályára küldeni, és úgy forgattuk az elejét, sőt még a védőjátékosokat a szélén úgy cseréltük, hogy minél hatékonyabb legyen a támadó játékunk. Ez azt okozta, hogy az utolsó 20 percben az ellenfélnek adott a gólhelyzetei, de ezt az egészséges kockáztatást bevállaltuk. Ma ebből a szempontból szerencsénk volt, illetve nálunk volt minőségi döntés a végén, amivel sikerült nyernünk. Mindenféleképpen 14 hős volt a pályán a csapatom részéről, úgyhogy maximálisan le a kalappal a játékosok előtt. Ma úgy gondolom, hogy megérdemelték a győzelmet, ezért, mert nagyon sokat tettek érte. De az igaz, hogy a hazai csapat is nagyon szívósan védekezett, és a mérkőzés végén voltak helyzeteik. A Gyirmót nem is kimondatlan kimondva fel szeretne jutni az élvonalba. Két mérkőzés, 4 pont. Nagyon kevés telt el 2 forduló a bajnokságból. Azon az úton járnak, amit elképzeltek? Nyilván minden mérkőzésen azt képzeljük el, hogy nyerjünk. Az első fél idő, vagy első fordulóban, az első fél időben, az első forduló első fél időjében ez nem sikerült, mert akkor motiváltabb volt az ellenfél, ami nagyon szomorú. Viszont a második fél időben ott is gólhelyzeteink voltak, és gólokkal kellett volna nyernünk. Ez hál' Istennek a mai mérkőzésen megvalósult. Nagyon fontos, hogy azért 11 új játékos jött hozzánk. Időbe telik, még a csapatjátékunk gördülékeny lesz, ugye 5 mérkőzésben 4-szer játszunk idegenbe a stadionunk építése miatt, tehát, és ne felejtsük el, hogy 4 komoly sérültünk van, amelyikből akár mind a 4 kezdőjátékos lehetne. Tehát ezekkel a nehézségekkel kell szembesülnünk, szépen lassan egyre jobbak leszünk. Két aranyérmet szereztek a nyíregyházi atléták az országos bajnokságon. Bakosi Péter 222 cm-re nyert a magasugrást, a 4x400-as váltóban pedig a nyíregyházi sportcentrum hölgyei bizonyultak a legjobbnak. 3 napon keresztül Székesfehérvár adott otthont a felnőtt országos atlétikai bajnokságnak. Milyen csapattal, milyen reményekkel utazott el a nyíregyházi küldöttség? Nagyon szép környezetben, nagyon jó versenyrendezéssel, nagyon melegben sikerült ezt a bajnokságot lebonyolítani, és hát a megfelelő ünnepélyesség is megvolt a versenyrangjához méltóan. A nyíregyházi különítmény az 19 versenyzővel és 6 edzővel vett részt ezen a versenyen.
és azt mondhatom, hogy az elvárásoknak megfelelően szerepeltünk. Milyen színvonal volt a bajnokság, egyébként elindultak-e minden klubtól a legjobbak? A magyar atlétika legjobbai még a világbajnokságon is fognak szerepelni, és nekik ez egy úgymond felkészülési verseny is volt a világbajnokságra, de a magyar élvonal teljes egészében ott volt, és hát az eredményeken is látszott. Hát a dobóknál ugye Kővágó az verhetetlen volt diszkoszvetésben, Gáton Bai Balázs verhetetlen volt, és hát a százasok is, a 100 méteres síkfutók is óriási küzdelmet vívtak az első, második és a harmadik helyért. Két arany, két ezüst és egy bronzérem a termés, az megfelel az előzetes elvárásoknak és az erőviszonyoknak? Azt mondhatom, hogy igen, de mellé kell még tennem azt is, hogy kicsit pekesek voltunk, hiszen terveim szerint 3-4 első helyet hozhattunk volna el, és ez meg is lett volna, ha Ónodi Dávid mondjuk nem sérül meg 200 méteren vezető helyen, és így nem csak az ő 200 méteres elsősége, hanem a 4x400-as fiúváltó bajnoki címe is elúszott, illetve a dobók, akik az utánpótlás Európa-bajnokságon voltak a csúcsformában. Itt már az eredményeken látható volt, hogy nem igazán a sok versenyzés után nem igazán hozzák a legjobb eredményeket, de azt mondhatom, hogy Kerekes Dóra harmadik helye az elvárásoknak megfelelő volt, illetve hát Szikszai Robin meg Káplár Jani egy kicsit végezhetett volna előrébb, de a verseny az verseny, és mivel nagyon meleg volt, 36-37 fokos meleg, ez betudható annak is, hogy a legjobb eredményeket szinte senki nem tudta produkálni ezen a bajnokságon. Lassan augusztus közepét írunk, van még egy bő hónap hátra a szabadtéri szezonban, milyen verseny vár még a nyíregyházi atlétákra? A legnagyobb megmérettetés még szeptember elején, szeptember második hetének végén a magyar csapatbajnokság, ahol a Debrecennel együtt indulunk. És a liga versenyek döntője Debrecenben, az pedig szeptember első hetének végén lesz. És hát hozzá kell tennem azt is, hogy nagyon hosszú volt ez a versenyidőszak, és ez a versenyzőkön is látszott, már kezdenek fáradni, és a magyar bajnokság is, ha egy kicsit előrébb van, akkor lehetséges, hogy sokkal jobb eredményeket tudnak produkálni a versenyzők. Neked 6 tanítványod vett részt a Székesfehérvári országos bajnokságon, mennyire vagy elégedett a szereplésükkel? Felemásan értékelem a szereplésünket, lehetett volna jobb is, de lehetett volna rosszabb is végül is. Alapvetően a legsikeresebb az Ónodi Dávid volt, egyéniben második helyet szerzett 100 méteren, tőle első helyet vártunk, de sajnos egy nagyon kimerítő utazás után értünk oda a pályára. Az utolsó pillanatban 6 órát ültünk egy dugóba, még leértünk Székesfehérvárra, és ez rányomta futására bélyegét. 200 méteren aranyesélyes volt ott, viszont futás közben megsérült. Mi történt? Így van, 200 méteren nagyon jó kezdett, körülbelül 130 méterig vezetett itt, és gyakorlatilag egy izomgörcs akadályozta meg abban, hogy befejezze a versenyt, és inkább megállt. Viszont voltak aranyérmes tanítványi a 4x400-as váltóban. A 4x400-as női váltó az hozta az elvárást, megnyerte a bajnokságot, a Palástér utca, illetve Guba Lilián, Osváth Krisztin és Fábri Anna a 4-es megnyerte a bajnokságot maga biztosan. Milyen versenyek várnak még a csoportot tagjaira a hátralévő időszakban? Szeptemberben lesz a következő versenyünk, a Superliga döntő, itt 3-4 versenyző lesz érdekelt egyéniben, illetve majd szeptember közepén a csapatbajnoki döntőre készülünk. Hogy az már évek óta megszokott, Bakusi Péter torony meg a esélyesként utazott az OB-ra, igazolta is a papírformát, megnyerte, mégpedig 222 centis idei legjobb eredménye, ez azt jelenti, hogy talán még mindig nem érte idén a csúcsformát, Peti? Petiben még legalább egy magasság benne van, azt jelenti, hogy ezen a verseny is a 225 cm csak minimálisan verte le, tehát majdnem megvolt ez a magasság is. Mi a Európa-bajnokság után beegyeztünk meg a Magyar Atlétikai Szövetség szakmai vezetőjével, hogy nem áll le Péter, tovább edz, és megpróbálja ebbe az évben az egyéni legjobbját, a 223 cm-t megjavítani. Milyen lehetősége lesz még erre, utazik el nemzetközi versenyre a szabadtéri szezon hátralévő részében? Szeretném még egy nemzetközi versenyt augusztusban, ez nem biztos, hogy sikerülni fog, viszont szeptember elején van a Magyar Liga Kupa döntő,
ami Debrecenben van, tehát arra nagyon kész, ez egy nagyon jó pálya, ott lehet jól ugrani, és rá egy hétre pedig van az országos csapatbajnokság, tehát van ez a két verseny, ahol még javíthatna az idei legjobb eredményén. Volt egy másik aranyérmes tanítvány is a 4x400-as váltóban, Pál Robin pedig 3-as ugrásban szerzett az üstérmet, velük mennyire vagy elégedett? A Fábri Anna a felvételik meg az érettségi miatt nagyon keveset tudott edzeni, ettől függetlenül azt gondolom, hogy bejutott a távugrás döntőjébe, tehát az tőle most ez maximális teljesítmény volt, és hát kisegített a 4x400-as váltót, abban jól futott, végülis bajnoki címet tudtak szerezni így a lányok. Hát a Pál Robin is folyamatosan sérülésekkel bajlódik, vagy a dereka, vagy a bokája, tehát ő mindig ilyen problémás eset. Most sajnos csak a második hely volt igazából kiadó, mert a Galambos Tibor az magasan verte a többéket, tehát 16 méter körül eredményt ugrott, viszont Robin ettől függetlenül nagyon jól összeszedte magát, és a reális második helyet tudta hozni. A várakozásoknak megfelelően két mérkőzésen szerzett 6 ponttal kezdte a szezont a Nyíregyháza Spartakusz. Mátyus János együttese a hétvégén Nyírbátorban lép pályára. A pontjaink megvannak, ez a legfontosabb. Hétvégén felemás meccsünk volt újfent, hiszen az első fél időben nagyon sok technikai hibával játszottunk. Ez negatív volt, viszont nyertünk 4-1-re. Idegenben 0-1-re álltunk föl és fordítottunk. Ami még pozitív elem volt az, hogy egy fiatal csapattal játszottunk, és mégis fizikálisan feléjük kerekedtünk. Illetve volt egy játékos, aki 3 gólt is szerzett, ez nagyon-nagyon pozitív volt szintén. Említetted, hogy fizikailag az Újpest 2 fölé kerekedtetek, egyébként hogy lehet bírni ezt a most már hetek óta tartó hőséget, hiszen ez az időjárás sok mindenre jó, de mondjuk futballozóban 90 percet nem biztos, hogy arra is tökéletes. Én gratuláltam minden részvevőnek, Újpest játékosnak, Spari játékosnak, bíróknak, szurkolóknak, akik hétvégén a helyszínen voltak innen a mérkőzésem. Ez nem alkalmas futballra, de most ez van, nem tudom mit csinálni. Egy ilyen döntés jött részükről, hogy ilyen korán extrém időpontban játszottunk. Ez sem kedvezett a játéknak, de ezzel nem foglalkoznék, mert ez a zsákutcába vezetne. Hétfőn most más mélyetünk lesz, hétközben lesz a kupameccsünk, amikor este fogunk játszani, remélhetőleg nagy számú közönség előtt, kicsit talán hűvösebben, ott is szeretném mindenképpen nyerni. Azt egy picit távolabbra nézünk, akkor Nyírbátorban léptek pályára vasárnap este, mivel ugye a Debrecen és az Újpest második csapat ellen szerepeltetek, gyakorlatilag a Nyírbátor lesz az első igazi NB3-as ellenfél. Gondolom megfelelő motiváció, amit láttunk itt az első edzőmeccseteken is, milyen mérkőzésre számítasz? Ez pontosan így van, hiszen az Újpesten, Debrecenen egy ilyen vegyes csapattal játszottunk, ahol nem tudtuk azt, hogy mire számíthatunk. Most, hogy mire számíthatunk, azt sejtem, hiszen egyrészt ismertem őket, személyesen láttam őket ellenünk játszani. Illetve az első bajnoki meccsükre elutaztunk a Brekk János bával Nyírbátorba, 60-an játszottak. Úgy érzem, hogy ők kellene motiváltak lesznek, de mi is, és szerintem játékban nekünk erősebbnek kell lennünk. Ha már a motivációt említed, itt a harmadosztályban szükség van plusz motivációra, vagy megvan a játékosokban? Hát sajnos úgy veszem észre két fordulatletével, hogy az év nagy kérdése az lesz, hogy a tüzet mennyire tudom ébben tartani, hiszen egyénileg szerintem bármely csapatnál jobbak vagyunk, mind taktikailag, mind technikailag, de a motivációs tényezőt nekem hétről hétre fönn kell tartanom, eddig sikerült, már csak 20-31 néhányszor kell, de szerintem ezzel se lesz gond. Már a második meccsen 3 gólt szerezni, ennél jobb belépő, azt hiszem alig, ha kell egy csatár számára egy új csapatnál. Igen, örülök neki, hogy sikerült az a 3 gól, de természetesen kellett ez egy nagyon jó csapat mellettem, mert ennél nem sikerülhetne. Úgyhogy hát remélem, hogy egyre jobb formában rendülök, és ezt tudom folytatni. Mi volt számodra vonzó a Nyíregyháza ajánlatában? Hát mindenképpen az, hogy az a klub teljesen rendben van, szurkolók szeretik a futballt, és érdemes egy ilyen klubért küzdeni. Milyen motivációra van szükség az, hiszen ez mégiscsak a harmadosztály, már csak ott akár idézőjelbe is tehetjük, hogy minden mérkőzésen kellő motivációval lép pályára. Hát a harmadosztály, de egyik bajnokságot se könnyű megnyerni. Ez ugyanúgy van a harmadosztályal, és kettőzött erővel kell játszanunk minden meccsen, és nem szabad kiengednünk ahhoz, hogy a célunkat elérjük. Második bajnoki meccsén is vereséget szenvedett a Nyírbátori FC. Kovács János csapata a DVRC Deac otthonában lépett pályára, és a hazaiak 4-2-re megnyerték a találkozót. Azt lehet mondani, hogy hát nem is a papírforma, hanem a mérkőzés alakulása nagyban befolyásolta a végkimenetet, és
Én közel azt lehet mondani, hogy majdnem elégedett voltam a csapat teljesítményével. Egy nagyon pici koncentrálás és pontosság hiányzott ahhoz, hogy pontot tudjunk szerezni. Igaz, hogy sokat tett a Debrecen is a győzelemért, de az első fél idő alakulása egyáltalán nem ezt mondatja velem, hisz akkor akár kapus kiállítás, akár pedig a 45. percben kapott gól, az azért befolyásolta a mérkőzés alakulását, és hát ezáltal a második fél időben a sérülések miatt már egész más teljesítményre voltunk képesek, mint addig. NB1-es csapat, második csapatáról van szó. Milyen minőséget képviselt a Debrecen együttes? Ezen a szinten kimondottan jó minőséget, meg jó teljesítményt is, hisz egyéni kreativitásokban azért meglátszott rajtuk, akár a Szécsi, akár a horvát személyt, vagy a Sósét említem, a támadó játékok igenis hatékony volt. Ott nagyon sok energiánk elment a védekezéssel, és ezáltal ugye a támadó játékunk ezt megszenvedte, bár azt kell, hogy mondjam, hogy a lehetőségeinket nem tudtuk úgy kihasználni, nem tudtuk úgy a labdát birtokolni, sok esetben lemaradtunk, sokszor futottunk a labda után, de mindezáltal azt mondom, hogy a csapat maximálisan megfelelt az elvárásoknak. Két mérkőzés után nincs még pontja a csapatnak, mennyire nyomasztó ez ilyenkor? Természetesen nem ilyen kezdésről álmodik se edző, se vezető, se szurkoló. Nehéz sorozatban vagyunk, én bízom a csapatba, hisz tudom, hogy mit végeztünk el az a másfél hónap alatt, és ennek már ma is látszott némi, a mai mérkőzésen is látszott némi eredménye. Ha ezt még egy kicsit fel tudjuk pörgetni, akkor azt hiszem, hogy a hétvégéhez viszonyítva már a következő időben igenis meg lesznek a pontok. Vasárnap Aspari érkezik Nyírbátorba, egy olyan mérkőzés, amelyre azért fokozottan kíváncsi a megye közvéleménye, és hát gondolom mind a két csapat számára igaz, hogy más-más okokból presztízs mérkőzés, ezt milyen mese lehet számítani? Én biztos vagyok benne, hogy kimondottan jó mérkőzés lesz, hiszen Nyíregyháza egy támadó játékot játszik ezen a szinten eredménnyel, hisz olyan rutinos játékosok, akik azért az NB1-nek is tagjai voltak, meghatározó szerepe lesz, nem hiszem, hogy neki különösebb akadály lesz ez a bajnokság. Nyilván, hogy minden mérkőzés más, motiváltak minden csapat a Nyíregyháza ellen, biztos vagyok benne, hogy mi is azok leszünk, de az eredményes szerepléshez egy jó játék kell, és hát ennek a nyertesei és győztesei csak a nézők lehetnek. Lesznek-e hiányzók, említette a sérüléseket? Igen, lesznek hiányzók, ez sajnos igaz, hisz két játékos, a Szilágyi is, meg a Nagy Dávid is olyan sérüléssel bajlódik, amit nem lehet helyrehozni egy-két hét alatt. Ne úgy legyen, de bízom benne, hogy azért a többiek rendelkezésre állnak, és azért meg fogunk felelni az elvárásoknak. Elkezdte a felkészülés a nyíregyházi kosársuli. A Farkasinszky Gyuláné által irányított csapat játékos kerete némileg átalakult a nyári szünetben. Jócskán változik a keret, tehát azért körülbelül 50%-a maradt, 50%-a ment. Tehát ugye voltak olyan játékosaink, akik várható volt, hogy távozni fognak. Tehát ugye ilyen a Sándorfi Dóra, aki egy adott időszakra jött le csak Nyíregyházára, most úgy gondolta, hogy visszamegy Budapestre, és ott folytatja a tanulmányait. A Tóth Kitti, ugye ő keveset volt, sokat volt sérült, de ő szintén Budapestre megy tovább tanulni, és ott folytatja, vagy valamelyik csapatban a pályafutását. A Földesi Vanaszánál még nem tudjuk, hogy konkrétan mi lesz, és minden, mert ugye olyan iskolába jár, egy ilyen OK-s képzési iskolába, ahol most a gyakorlati képzések jönnek egy ilyen gyógytornász szakon, és beppont úgy néz ki az óra rendje, hogy minden nap úgy vannak órája, hogy nem biztos, hogy meg tudja oldani azt, hogy az edzésekre bejárjon. Tehát ugye ez elég érzékenyen érintett bennünket, annyi a jó, hogy az a Fegede Dóra, aki tavaly már egy pár mérkőzésen játszott a csapat színeiben, az ott fölvették a nyíregyházi főiskolára, tehát ő itt folytatja a tanulmányait, és a Karolinának a papa, meg a Karolinának a testvére, ő is bejön Karolinával együtt, és Magyarországon fogja folytatni a tanulmányait és a kosárlabdát. Ő elméletileg, meg gyakorlatilag is ukrán korosztályos válogatott volt, tehát bízunk benne, hogy vele kiegészülve azért a csapatunk az kellőképpen olyan játékos kap a hármas posztra, amire
eddigi szükségünk lett volna, és még mindig tárgyalásban vagyunk egy gyöngyösi kislánnyal, aki pótfelvételére adta be a jelentkezését a nyíregyházi főiskolára, remélhetőleg ez egy héten belül eldől, hogy ő itt folytatja a kosárlabdát, vagy ugye marad, azt hiszem, az Óbudai Egyetemre járt, meg közben kindolgozott Németországba, és természetesen elkezdjük beépíteni, mint hogy ez minden évben szokás a nálunk lévő fiatalokat. Ugye itt azért Hidasi Lék és a Simoncsik Petr azért két olyan játékos, aki meghatározója, és most elkezdjük a fiatalokat, tehát a 2001-esek közül többen kaptak behívást a korosztályos válogatottakba, és őket is megpróbáljuk úgy beépíteni a csapatba, hogy az jó legyen. Hát nálunk minden év ezzel kezdődik, hogy akik mennek tovább tanulni, vagy éppen végeztek olyan az elfoglaltságuk, azok mennek, a fiatalokat elkezdjük beépíteni. Én úgy gondolom, hogy azért az a társaság, aki meghatározta eddig is ezt a, tehát ennek a csapatnak a játékát, azok megmaradtak, tehát ugye a diát hiába csábítgatták több helyre, hogy továbbra is itt maradt az Orsi, ugye a Kőkem ilyen nem hagyja magát évek óta, hogy elvigyék. Tehát ő szintén maradt, a Vivian Angéla, még mindig itt fog a kosárlabdázni. Én úgy gondolom, hogy azért nem lesz ez egy rossz csapat a következő évre sem. Hogyan néz ki a felkészülés programja? Ezen a héten kezdtük el a felkészülést azokkal a játékosokkal, ugye, akik nyíregyháziak, és nem kell nekik külföldre, mint a Karunának is a Szandinak bejönni. Ők egy ilyen ráhangoló edzéseket végeznek ezen a héten Gáborral, ugye kint a szabadban, bent a teremben, attól függően, hogy milyen feladatok következnek, és a következő héten, hétfőtől jönnek be azok a lányok is, ugye, akik Szolnokról, Ukrajnából érkeznek, és akkor velük folytatjuk tovább ezt a munkát. 24-ével pedig elmegyünk Csengelbe közösen mindannyian egy bentlakásos ötnapos táborba, ahol aztán remélem, hogy tényleg minden korosztály úgy el tudja kezdeni ezt a felkészülést, a következőkben már nem lesz gond és probléma. Felkészülési tornák? A felkészülési torna az per pillanat, ugye nem hiszem, hogy szerveznénk, hogyha megyünk, akkor valószínűleg Szatmárnémetibe fogunk kimenni, és Kassára fogunk menni mérkőzést játszani. A Diós Győr csapata megkeresett bennünket, úgy az A, mint a B, hogy játszunk vele mérkőzést, de ugye mi annyira az elején vagyunk a felkészülésnek, hogy szeptember elején ezek a lányok a mérkőzést még nem lehet játszani, és a bajnokság se tudjuk, mikor fog indulni, per pillanat ugye több csapat nevezett a bajnokságban, mint ami az előző évben volt. Így valószínűsíthető, hogy az egyik csoportban nem 10, hanem 11 vagy 12 csapat is elképzelhető. Ugye ez megint csak azt eredményezheti, hogy esetleg hamarabb kell kezdenünk ezt a bajnoki idényt, ezért kezdtük el most a felkészülést, egyébként ráértünk volna egy héttel talán később is kezdeni, de ugye ami a szerencség nekünk van, mi abba a csoportba fogunk kerülni, ha több csapat van, tehát hogy nekünk több mérkőzés kell legyen, vagy kell ezt játszani. Meglátjuk a következőket, aztán itt nekünk azért a Kassával, meg a román csapatokkal nagyon jó a kapcsolatunk. A Szolnok az már jelezte, hogy szívesen játszana velünk edzőmérkőzést, tehát valószínűleg amikor itt a kicsiknek lesz egy ilyen utánpótlás torna, ahova lejönnek a budapesti csapatok is, akkor valószínűleg a Szolnokkal fogunk itt játszani a torna végén egy edzőmérkőzést. Egyébként nagy volt a játékos mozgás, átrendeződtek esetleg az erőviszonyok a keleti csoportban? Nem csak nálunk volt ekkora mozgás, hanem minden csapatban, tehát ugye, ahogy mi itt hallottuk, meg beszélgettük, hogy nagyon nagy a változás a Kecskemétnél, a Szegednél. A budapesti csapatok azok folyamatosan változnak és megújulnak, úgy ők egyik egyesületben a másikba jönnek-mennek. Úgy néz ki, hogy a Vasas az nagyon meg fog erősödni, és azáltal, hogy nagyon sok helyről vízbe játékosokat, így ő el fog jeleníteni a B csapatot is. Az MTK ugye kiesett az A-ból, tehát neki ugye most az a célja, hogy visszakerüljen az NB1-ába, tehát ő mindenféleképpen meg szeretné nyerni ezt a bajnokságot. Hát a Debrecen ugye az folyamatosan változik, a Miskolc folyamatosan változik, tehát ugye ott a Miskolcnál is az a nem gond, hanem talán kicsit kellemetlenség, hogy azokat a játékosokat, akik leigazolnak A-ba, nagyon sokat abból bejátszhatnak B-be is, és ugye soha nem tudhatjuk, hogy mikor melyik játékos fog játszani, bár ellenünk mindig a legjobb kerettel áll ki mindenki, tehát mindenki bennünket szeretne megverni, ami valamilyen szinten azt mondom, hogy elismerés, de olyan szempontból, hogy minden mérkőzés nagyon keményen kell készülnünk. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!